this game. I can never can be flow, and we can never row. I can never fin up and never show. I got my never can be four guys. I won't come better. I'm going to back out. I can't put up a key. I didn't take it back when I my party go. Everybody put your hands up. Let's go. Oops, hello, üdv mindenkinek, sziasztok, kicsit félre nyomtam. Előfordul, na gyerekek, PUBG-zni fogunk. Bár, megmondom, az őszintén nem sok kedvem van hozzá, de remélem azért nem egyelő fogok játszani, ezáltal ez a nincs kedvem hozzá dolog el fog múlni, de meglátjuk. Egyelőre az a kérdés, hogy lesznek-e itt a többiek, avagy sem. Meglátjuk, hát addig mindenképp szólózni fogok, aztán a többit már meglátjuk. Ugye 10-ig megy a stream, úgyhogy remélem addig lesz idő duozni. Azt előre jelezném, hogy olyan játék lesz, tehát hogy konkrétan ugye, hogy veletek, de tehát nem csak úgy ide tévedt emberekkel szeretnék játszani, úgyhogy igazából Varroggal hamarak jön és megvett esetleg a játékot, akkor vele, illetve akiket így ismerek már régebbről, így régebbi nézőim. Úgyhogy ezt így az elején kijelenteném, ezt el is fogom többször mondani, ha valaki esetleg kérdezi. Ezt a dolgot a szerdai Don't Strave-nél is be fogjuk vezetni, szóval ha valaki csak úgy ide jön, és nem ismerős a neve, őt nem fogjuk sajnos beengedni, mert mostában elszaporodtak a kedves nézők, akik olyanok, hogy mindegy, hagyjuk, ebben nem menjünk bele, akik itt szoktak lenni, azok szokták látni. És nem szeretném, hogy elrontsák a játékot, úgyhogy oda is mindenkinek a kódot egyesével fogom elküldeni. Illetve
lényegtelen, mert ha egy olyan bejut, akkor is ki tudjuk bannolni, úgyhogy csak minden esetre szeretném, hogyha olyanokkal játszanék, akikkel szeretnék is, illetve olyan nézőimmel, akiket ismerem és tudom, hogy normálisak. Ezt így előre leszögezném, hogy a közös játékoknál tekintve, így most így előre. Úgyhogy ezt így egyelőre ilyen formában fogjuk csinálni, később mert majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Nyomok egy játékra azért egy hangerőt, hogy legyen valami háttérzaj. Meg remélem nem lesz túl hangos a játék. Bár mondjuk nem egy hátrány, ha éppességgel hallom is a dolgot. Na, hát akkor belekezdünk, mert igazából megint ahogy néztem most utoljára, mikor játszottam a játékkal, egy kb. Egy hónapja. Ugye akkor nyertünk is egy kört, meg egész jó körök voltak, hát nem tudom most hogy fog menni, ugye ilyen havonta egyszer játszani nem a legjobb ezzel a játékkal, úgyhogy reméljük ez változni fog. Váltok is akkor a játékra. Igen, reméljük minden okés. Hát meg remélem, hogy a izé is bírni fogja. A gép is nem fog. Mert már most is elég nagy a processzornak a megterhelése. Igazából a Discordot ki lehetne addig kapcsolni, mert teljesen felesleges, illetve hát a többi cucc az kell, úgyhogy esetleg még a némileg leveszünk egy kis terhelést innen is, illetve leveszek a Steamből is. Steamből? Szóval igen, Streamből is egy kicsit minőségileg, hogy ne legyen nekem ennyire fölösleges 1080p-be, hogy fussom. Jó, hát megtettem mindent, amit lehet. Discord is igazából csak akkor fog kelleni, ha hát többen játszunk, úgyhogy jó. Solo. Hát TPP-be fogok játszani, nem tudom, mert mindenki mostanában first person-ba játszik, ugye. Én maradok TPP-nél, aztán meglátjuk, hogy váltunk-e vagy nem. Azt meglátjuk. Egyedül nem maradunk így. Most sem tudom már, hogy kell játszani. Mostában annyi játékra játszottam, össze-vissza fogom nyomni a gombokat. Nagyon jó. Igen, megmondom az őszintét, nem nagyon van kedvem, tehát egyedül semmiképp nincs kedvem PUBG-zni. Ez egy ilyen dolog. Ez a játék, ez úgy jobb, hogyha többen játsszák. Úgyhogy számomra ez így mindenképp unalmas, de nem baj. Ha most nem játszunk többen vagy valami, akkor nem is fogom ezt erőltetni, tehát akkor PUBG nem lesz. Akkor inkább tolom a végigjátszásokat helyette. Az legalább szórakoztat. Hogy itt az elején mindig sokat tölt. Bár mondjuk ti miért nem látjátok a játékot már megint? Megint nem látjátok a játékot, mi? Na várjál. Az nem túl jó. Jó, akkor. Ez nagyon jó, hogy egyébként ilyenkor izél. A processzor is le van terhelve, remek. Nem, az látszik. Jó, hát ez így akkor remek lesz. Jó, csak eddig jó volt a rogamut, hello. Ja, hogy pont nem ez a monitor, oké.
Istenem, hogy mennél a... hogy direkt kipróbálja az ember. Kipróbálja, és működik, és olyankor majd nem izé... Jó, hát remek, hol dobott ki ez a szar? És komoly, military? Jó, hát ez van. És elvileg jó lesz most a... ezen állítok, amúgy nem gondolom. Jó, itt nem fogok átugrani, a büdös életbe se. Eléggé szaggat a játék. Várjál, a hangerőn... lejjebb vettem egy picit. Majd írjátok meg, hogy jó-e. Lehet az eső miatt hangos amúgy. Valamennyire fog szaggatni, ahogy elnézem a játék, úgyhogy... a processzor terhelés az elég nagy. Pont egy esős izével kezdeni, ez annyira jó. Csak egy cipő. Egynek elmegy. Nem tudom. Nem tudom, Varrog, mert én izét szoktam megosztani. Az eseményt szoktam megosztani. Meg le van frissítve a cím, úgyhogy... Mi ez a vörös fény itt? Itt fölveszem, mert miért ne? Nem áll, nem áll, nem áll, nem áll, nehogy már megint idióta. Ezt visszük. Nem töltötte meg a pisztolyt még mindig. Aha, jó, remek. Egyelőre elviszem, ameddig tudom. Mondjuk... addig rárakjuk. Nothing.
lenne rossz egy nagyobb tatyó. Optimista vagyok, hát ha lesz még mire rárakni még egy redotot. De egyelőre nem úgy néz ki. Aztán lassan menni is kell. De jó, az egerem annyira, valamint a zsinóri annyira hátra van csúszva. Hát az UMP az izgibb. Azt elvisszük. Hát jelen esetben vertikál, flash hider az jobb, jobb. Jó, és aztán húzás innen. És single-be hagyjuk. Mert jelenleg ezzel tudunk távolabbra lőni, a muszáj. Jó. Nem tudom, szaggat a játék nagyon, vagy? Mondjuk az elején biztos, hogy fog szaggatni. Itt voltam? Hát de nincs áram, viszont el kéne vinni, itt nem voltam még, ugye? Oh man, izgibb. Sokkal, de sokkal izgibb. Jó lenne, ha rá is tennéd. Köszi. Jó, és őt fogjuk akkor beállítani ízére. Már az az igazság, ezzel is jobban szeretek single-lel lőni. Na jó. Elindulunk. Oké, várok, kösz. Nem tudom, a streamet nézem, de ott olyan, mint egy picit izélne, de OBS-ben nem látom, hogy probléma lenne, ott 60 FPS-t ír. Lehet, hogy csak a minőség miatt tűnik úgy. Hát ez mindenképp nagy futás lesz. Bár ne így. Kicsit eltököltem az időt. Látszik, hogy nem sűrű játszok. Ez már most fagd. Ez már most fagd. Jármű nélkül mindenképp. Valaki meghalt a red zone-ba. Megiszok, hoppá. Mivel több nincs. Így meg akkor, öcsém, kösz. Kettő, ugye kettő kéne, hogy legyen is értelme. Tehát mindegy. Ide az út szélére akarok jönni, mert itt szokott lenni jármű.
Az egy rendes Dacia? Hát csak a hídon átmenni. Ez izgi lesz. Na mindegy. Kempelik a hidat. Ha meg igen, akkor így jártam. Ez ennyire érzékeny volt ez a Dacia? Aha. Már lőnek. De beszartam. Egyébként ez olyan, mint a ketten lőttek volna, nem? Kezdés volt. Nem, ma izéből ki fogok lépni egyébként. Vagy nem tudom, mert arról gondolom, akkor nem jössz játszani. A Discordból. Az nem menjen potyára, mert az is izé. Ja, oké. Okay. Egyébként fura, mert tényleg olyan volt, mint a kettő előttek volna. Na mindegy. Ez a játék is egy olyan dolog, hogy ezzel minden nap játszani kéne, hogy formában maradjon az ember. Az elején szaggat a legtöbbet. De ez egyébként tudjátok miért van a izé miatt. A teljes monitor felvétel miatt egyébként. Biztos vagyok benne, hogyha izé rendesen rögzíteni a ablak módba, akkor... Úgyhogy... Az az igazság, hogy ebbe biztos vagyok, hogy... Pedig direkt ugye látja a menüt, meg minden, nem is értem, hogy a játékot miért nem látja. Ez elég közel van, lehet inkább azt próbálnám meg. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Már így nézve ez is közel van. Szerintem odáig simán el lehet érni. Ma lehet, hogy... Lehet, hogy mégiscsak inkább ide jövök. Talán jobb szokott lenni a loot. Már csak jön más is. És ő lejjebb van. Nagyházba mész? Ja, még ketten vannak ráadásul. Hát ez gyors kör lesz, srácok. Vagy találok fegyvert, vagy nem. Kis házba megy, mind a ketten ide hátra jöttek. És az elején szakadt a legjobban a játék. Ez egyébként a legjobb ebbe a játékban, hogy mindig ott szakadt, olyankor, amikor a végén meg az elején. Sokat érek ezzel, öcsém fegyvert adja.
El sincs több töltény, úgyhogy fakt. Jó. Meg ez, ami nem, nekem nem sikerül, ez a ajtóbecsukás valahogy. Most már több töltényem lenne. A másik fajta pisztolyhoz. Sertbe kellett volna bemennem. Ide hátra repkedtek, ugye? Hát mindegy. Valami csak lesz. Egy fokkal jobb. Odamenve a srác. Na, tedd már oda. Itt van még a házba benn. Amúgy, csak mondom. Itt fönn. Hittessük, kijött. Ott van az emeleten, nem? Ja, nem ott van hátul. Kérdés, hogy itt bevár vagy sem? Kiugrott a csávó. Ugrást hallottam amúgy. Hallod, és fejbe lőttem, és nem halt bele. Mindegy, viheted a izét, a sok mindent. Hát volt sisaka egyébként ennyi. De ennyire szaggat basszus a játék. Hát így akkor nem fogom erőltetni ezt a játékot egyébként, mert mondom, még kedvem sincs hozzá, szóval... Ez mind a izé, mert a monitort kell fölvenni, és a sokkal többet terhel a gépem egyébként. Nem értem, hogy miért nem akarja izéval az ablak felvételnél nyomni. Holott működött. Most nem. Na jó, mindegy. Toljuk. Érdekes, hogy a harmadik srác vajon hova lett. Szerintem az elfutott. Aj, na, ez aztán nagyon jó, a ködös fostalicska pálya. Megint attól függ, hogy ma merre megy ez a nyomvott repülő. Próbálok valami ízébb helyre menni. Ahol talán jobb a lút.
Én ilyenkor az elején nagyon szokott. Hát ez van. Az a vicc, hogy a játék rengeteget lezavál. Nézzük. Remek. Még ezt a részt szoktam szeretni Pocsinki mellett. Lehet, hogy ezt bepróbálom, elvileg el lehetne menni odáig, de hát... De megpróbáljuk. Talán kinyitva az ernyőt el lehet menni odáig. Na mondjuk így már nem, ha nem nyomtam előre közben. Valaki már jó messze van. Jó van. Elhimbálózunk. Ameddig lehet. Hanem mondjuk ebből lehet, hogy pocsinki lesz inkább. Meg egy alapos futás. Vagy belandolunk az erdő közepére. Mi van? Ja, aha, izék, az jó lesz. Ködbe azért jobban lehet rohangálni a mező közepén is. Emlük a másik csávó nem ide jött. Bár amilyen szerencsém van, ma biztos. Most körbe is benne leszünk. Visszük, ki tudja. Aha, jó. Te csávó ide jött. Már van fegyvere. Ennyi. Már fut fegyverre. Még vissza is dob a játék. Na, hát gyönyörű, tehát igazából semmi értelme. Nekem ez a játék, ez nem adja. Na, a következő. Egyébként pont oda ment a srác, ahol én. Tehát hiába, tehát én ezért nem szeretek úgy kiugrani, hogy messze elmenni a repülőtől. Tehát ennyire messze, mert még odáig is ugyanúgy jön valaki egyébként. És természetesen ő előbb leért, ugye, és előbb volt fegyvere. Nekem meg a játék még ilyenkor vissza is dobálgat. Tehát még esélyem is, még a shotgun-t föl tudtam venni, de a lőszert már nem. Ugye, mert nem érzékelt, hogy föl kéne venni. Ja, és megint költ. Jaj, de jó.
Nézzük. Innen tuti elmennek a military base-ig is. Fölmegyek rozogba. Látom, nem csak én akarok oda menni. Egyetlen elérek odáig. Szerintem a srác az iskolába ment. Halicsinti. Aha, igen. Egy emberke még biztos ide jött. De ő a másik oldalára megy. nem tudom, majd meglátom. Mi lesz ebből is valószínű. Gyors halál. Pláne így. Nem a sapka, hanem azt köszönjük, jó. Hát, ha más nem, legalább töltén lesz az UMP-hez. A jó lenne, hogy a játék elején nem szaggatna. Értékelném. Lag, lag, lag. Mondom, egyébként még rátesz ugye a proci is, hogy ilyenkor, amikor streamelek, akkor gáz a játék. Hát ez van, ott voltam, hátul voltam. Ennek van értelme ennek a ballisztik masznak? Szerintem semmi. Ugyanúgy fejbe durrantanak, nem? Már prüttyögtetnek. Ez most mi? Ja, hogy azt nyitott. Oké. Okay. Te szembenézel egy ajtóval, és a mellette lévő nyílik ki. Well done! Aha, és hol a izé? Itt a baszt rakjuk fel. 556-os van, de fegyver nincs mellé. A legjobb. Hát, többet én nem... Puh. Jó, jó lenne most már valami AR. Egyébként az is furcsa, hogy most érdekes egyből átvált, de van, amikor nem, most az előző izében nem is volt hajlandó átváltani izére. Rendes nézetre. Jó, hogy ez ennyi ez a ház? Ez egy kis ház. Hm.
Na mindegy, meglátjuk. Másik csávó az. Ja, meg... Nem vészes. De nincs itt a fegyver. Álmos táska. Az nekem gyanús. Mert egy AK-hoz teljes felszerelés ott volt. És pont a fegyver nem volt ott. Szerintem a másik srác az nem volt még itt. Hát, na jó, ez is jó. Bár... Várj, és mi van rajta? Akkor minek van nálam még egy? Ki tudja? Oké, már csak valami reddot. Az mi az? Na most melyik kell hajlandó lerugolni az éve? Oké. Így van, sétáljál. Az igazság, hogy az 56, vagy mi az a 762-es, hogy nem dobom el, mert... Mert nem. Oda néz. Oda néz végre egy mini! Hát csak ez az, amikor izé van. Ugyanolyan lőszer, ugye? Meg izé nélkül. Mindegy. Még hátha lesz. Ezzel nem is lőttem még a minivel. Valószínű nem is fogok. Lassan el is kéne indulnom. Uh-oh. Uh-oh. Itt már voltak. Csak vajon merre ment a másik csávó fölfele? Itt még jó szokott amúgy lenni a loot. Még jól út lenni itt fönn. Csak ez, hogy sétál. Hát ez nagyon jól út. Hát el kéne indulnom. Szerintem úgy, hogy megyek is. Hát... Majd még ezt a házat itt megnézem, célzókkal az nem lenne rossz. Legalább reddot. Semmi itt se. Hát reméljük, hogy nem itt bújik a csávó. Még egy hármas táska. Még egy hármas táska. Ó, hello! Hát, arra nem sok szükség van. Ez már izgi, már csak egy izé kéne rá. Csangtompító. Ugye ennek van emelete? Ha, most
most már mindegy, nem nagyon izgat. Azért a négyszerest azt lehet ide-oda pakolni. Bár ebben a körben nem a legjobb, de... Ugye nem abbahagytam már lootot, mert... megint úgy járok, mint az első körbe, hogy... egyből futok a kékbe. Elég hamar meghalnak az emberek. Tehát az első kör, nem? És már 48-an vagyunk csak. Fura. Egy csónak, de most azért, hogy átúszszak. Azért nem fogok beszállni a csónakba. Most simán átúszok. Csinti, nem tudom, Silver, ha itt vagy, írd már meg neki, hogy hol lehet beszerezni a Gears-t. Már most igazából nem vágom fejbe, hogy mi dobja a Dawnstrafe-be. Ha itt vagy, ha nem, akkor majd megmondom. De itt vagy, jól van. Hogy Lara leírja. Várja, ez itt megint víz. Szóvilágbajnok leszek. A robotló. Igen, mondjuk annak én sem tudom, mi a hivatalos neve. Ha már itt vagy, írd már meg nekem, légy szíves, hogy tényleg a stream ennyire szakadt? Vagy csak nálam látszik úgy? Mert az OBS-ben nem látom úgy. Mert nekem eléggé úgy látom, mint a tényleg szakadna a játék. Azt hittem arra írod, mint az ördög szekére a játékra, hogy úgy szakadt, mint az ördög szekér. Ha itt nem lőnek le, akkor sehol. Én folyamatosan azt látom. A control streamen, hogy eléggé szakadt, tehát nincs 60 FPS, pedig az OBS nem mutatja, hogy nincs 60 FPS. Ilyen 59-60. Mikor, hogy? Föl fogod tudni menni? Folyamatos space-szel föl. Jó, oké. Okay. Futószimulátort láthatjátok. Egyébként lehet, hogy azért látom szaggatva, meg ezért levettem 480-ra. Csak ezért kérdezem, hogy nem vészes akkor. Akkor jó, csak... Az a PUBG, ez nem az én játékom amúgy. Legalábbis stream szempontjából semmiképp. Na, amúgy röhögbe viszi a gép, csak ilyenkor, amikor streamelek, akkor nem tudom most rába, hogy miért csinálja ezt. Amúgy, de itt vannak házak. Lehet, hogy még ide benézek.
Hát van egy red dot. Nem van, csak red dot nincs. Crossbow. Mondjam. Fos. Fos lúd. Ha egyáltalán még itt van Csinti. Jó lesz majd ezzel a minivel, még sose lőttem. Kíváncsi vagyok milyen. Igazából megállok itt, és nézek magamnak egy új positiont. Áhá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 
Hát, na, ha így meghalok a rezomba, akkor... Mert itt aztán... Bújhatok én bárhova. És bár nem meg akartam várni, hogy merre szűkül. Uh-oh. Annyira érzem, hogy telibe fog kapni. Oh, egész jó. Csak valahogy le is kéne innen jönni. Hát nem tudom, egyébként lehet, hogy érdemes lemaradni, de ebben a körben lószart nem látok. Ez jó nagy, ezt már előre látom, hogy ezé lesz a mező közepe. Arrafele valaki nem szarozik. Elvileg itt is van valami előttem, valami épület. Az mi a pekem? De így biztos, hogy abból az irányból jönnek. Aha, két emeletes ház. Az iszki? Csak innen mit sérek a minivel? Ó, oh, az akkorát ne essél. Vajon kempelnek itt? Nem hiszem, viszont van AK. Itt nem voltam még szerintem amúgy.
dőzsülünk, dőzsülünk. Igazából ez teljesen fölösleges. Itt hagyom, hát valakinek jó lesz. Én elmondom az őszintét, nem megyek át a másikba. Már nem tudom, mondjuk ez közelharcra a 4x szkóp nem túl jó, nem? De hát mivel nincs más... Csak már látom előre, hogy emiatt fogom elcseszni, mindegy. Most várni akarok legalább egy szűkülést. Putyára nem akarok tovább menni. Jelenleg. Nehéz a játék. Utána kell nézni a dolgoknak egyébként. Mondtam, hogy nehéz az a Dawnstrave. És megint benne vagyok. Hát akkor én ide meg nem mozdulok. Mondjuk egyértelműen lesz valakinek, hogy... Mondjuk egyértelmű lesz az valakinek, hogy itt lesznek. Valaki hangtompítózik. Mögöttem. Hát, annak is megvan a trükkje. Elég erős, hogy már le lehet ütni, de amúgy érdemes ilyenkor elvinni valami olyan állathoz, mint a bölények, és akkor azok megölik. Mi ezért szoktunk kezdésnél olyan helyet keresni, ahol, ahol vannak bölények, és ott letelepedni mellettük. Mert azok megölik. Hát ez teljesen a izé lesz. Basszus. Ez teljesen a közepe lesz. Mindegy, én még nem indulok el semmiképp. Lehet, hogy hasznosabb lesz az AK. Hasznosabb lenne. Nem a legjobb amúgy ez a ház. Próbálok fülelni. Vagy ebbe a ködbe, meg látni bárkit messzebb. Csak ha tényleg úgy mozog, hogy ilyen horizontálisan. Tehát, hogy a nagyon fehér háttérnél kitűnik, hogy ott szalad mondjuk. Nem gond, már nincsenek sokan. Most megvárom. És ahogy tudom, hogy merre kell menni, nagyon óvatosan elindulunk. Főleg itt a hátsó részt kéne figyelni, mikor kimegyünk. Nem megyünk sehova. Ez nagyon déjà vu. Én innen nem megyek sehova. Gyakorlatilag pont benne vagyok. Pont ez a két ház benne van, és valaki tudja, hogy fog ide jönni. Ebbe biztos vagyok. Hát gyerekek, ez ilyen kemperizé, de hát most...
És igazából minek menjek? Így is menni. Utána biztos vagyok benne, hogy menni kell. Most nagyon kell fülelni, hogy jön-e valaki. Nagy valószínűséggel mögül nem érkeznek, ha érkeznek amúgy. Csak ott sokkal látványosabban észrevesznek. Ha leskelődök kifele. Az az egyetlen egy problémám. Semmi több. Ez itt volt közel amúgy. Ez nagyon közel volt. Tehát én ebbe a körben nem fogok senkit meglátni olyan távol. Ez a másik irányból jött. Ez egy UMP volt. Az a baj, hogy itt pont nem tudok kinézegetni távcsővel. Azért figyelek így. Meg ott... Ja, nem az a kék. Na, futás lesz. Futás. És az a baj, hogy tuti, hogy vannak mögöttem. Bár nagyon mögöttem nem tudnak már lenni. Ugye, mert ott a kék. Ide a ház mellé, mert nem hallottam senkit beérkezni. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy kiugrok hátul. De igazából erre kéne mennem így, ide. Tehát itt hátul el fogok menni, itt, ha lehet. Aztán meglátjuk. Megiszok majd két energiaitalt, sőt, el is kezdem. És 10 másodpercnél elindulok. Bár ugye... Hát nem tudom. Annyira mögém nem tudnak kerülni. Fűszimulátor. Fönt volt még a kéken kívül a csávó, csak mondom, látta, hogy lefutottam. Tehát ő ott áll még a kemp, a kék mögött, hátulról lőtt le. Meg volt egy csávó innen, tehát a... Ugye most halljátok jobbról. De a csávó úgy lőtt le, hogy még mindig nem jött ki a kékből. Biztos vagyok benne, hogy innen lőtt. Nem tudom látni az egeremet? Igen. Tehát ebből innen föntre, ahogy jöttem. Tehát mögöttem volt, csak fönt a fák között. Rohadnál meg. És szemből valaki más lőtt. Tehát amerre elindultam szemből. Ha valaki már előbb kifeküdt ugye oda. Nekem muszáj volt befutni.
Mondjuk annyi, hogy rájöttem volna még. Pont mikor elindul a kék, akkor elindulhattam volna egyébként. Na mindegy. Ez van. Csak hát egyébként itt Csintinek nézem, amit ír, ugye hát azokat az izikat se fogja tudni leütni egyébként így az elején. Azokat a... akitől a gírt lehet szerezni egyébként. Mert azokat még nehezebb leütni, mint a kutyákat szerintem. Tehát a hűtő az egy olyan dolog, hogy... hogy inkább csinálni kell majd. Mert csinálni is lehet igazából, nem? Úgy egyszerűbb, mert azt beszerezni, izétől azt leölni. Pff. Melyik a mute kontrollám? Jó, oké. Okay. Leveszem addig a hangot. Szóval, szerintem az úgy nehéz lesz. Mert mi is úgy szereztük a gírt, hogy craftoltuk. Az meg alapból benne van a játékban, nem? Csak kell hozzá valamelyik gépet megépíteni. Vagy nem tudom. Militári felől jövünk. Ja, hogy az már mod. Ja, hát akkor... azt nem tudtam. Igen, hát ha, de hát ugye az alapból neki is alacsonyra van gondolom beállítva. Már visszanyomom a hangot csak. Az elején úgyis van hangos. Hát igen, az elég ritka a gombolyag amúgy. Meg olyan sivatagos részem van. Ahol a keselyük meg ilyenek szoktak lenni, meg kaktusz. Hát igen, a hűtő az például nem egy olyan dolog, amit így az elején érdemes csinálni, mert az nehéz. Azt már akkor, ha olyan sok kajád van tartalékba, hogy kell, hogy ne romoljon meg. Én azért már így mondjuk leszállnék. Köszönöm, játék. Yes! Revolver, azt nem veszem most még fel. Valahogy úgy érzem, hogy itt nem lesz senki. Ez mindjárt dir. Ugye ebben mostanában ebben a szobában soha nincs semmi. Mindig megnézem. Tatyó. Van ámlak. Kis kasza. Thank you.
és mellé. Jó, megy. Bizakodóan izé. Ezek szerint benne vagyok a körbe. Ja nem. Csak most ment a repülő a körhöz. Hát, akkor fágt. Ez megint egy futós kör lesz. Olyan jó lenne, elsőre is kinyitnád. Nagyon örülnék neki át. Itt nézzek, semmi nincs. Az már van. Ez egy vaskút. Ennyi holografik nem kell. Köszönhetik, hogy kedves vagy, de leszarom. Pszt, ezek minden üres. Tényleg értékelni, ma így elsőre kinyílnának a dolgok. Oh! Hello. Na ez a vicces, hogy meg ilyen kis izékből meg ott a hármas helmet. Mi az? Hát... Aha. Ez azért volt, mert azt mondtam, hogy hát. Na. Kösz. Lassan indulni kéne, de... Ha mondom az őszintét, nem vagyok elégedett a lúttal. De az ember sohasem elégedett a lúttal. Azért valami komolyabb fegyver nem lenne rossz. Mondjuk egy AR. Mindegy milyen. Azzal már kibékülnék. Jó, kösz játék, csak sírni kellett. Bár lőszerügyileg nem a legjobb. A cucc. Jó, hogy maradok is a UMP-nél. Bár igazából tök mindegy. Mindjárt indul a kék. Van mellényem? Van mellényem. De extended magam már van, nem? De... Vantage az jöhet. Nothing. Megyek, mert nem fogok odaérni. Egy kicsit sokat kell futnom. Utálok így futni, de... Mindegy, igazából... Hát úgy akarok, hogy kimenni az út mellé. Megnézem még ezt a házat.
Hát ez aztán fasza. Ráadásul nem is ilyen izém van. ARM, ugye mondjuk AK. Puti tovább. Nem tudom, ez a PUBG amúgy sem nagyon érdekli az embereket, mert mindenhol ez megy, nem? Azt veszem észre, hogy kevesen vagyunk. Úgyhogy ezt nem is fogom erőltetni. Ezt a PUBG-t, meg ezt a Fortnite-ot, meg ezt a Battle Royale-os hülyességet. Nem sok értelme van streamelni jelenleg. Inkább valami mást kitalálok helyette. Most megmondom az őszintén, még inkább tankoznék is. Inkább, mint ezt. Így egyedül rohadt unalmas amúgy. Kevésbé lehet taktikázni. Remek. Még egy homó. Ha jó, szevasztó. Ja, mondjuk a 9 mil is azért az. Ha már legalább valamiben legyen már lősze. Kéne mennem az út szélére. Az az igazság, hogy én még benézek ilyen helyekre, mert szokott lenni kincs. Csak most nincs. Amúgy egész jó ilyen izé, kettes fest meg ilyenek. Bár ez is elég rizikós. Kifutni az út mellé. Ugyanis ezeknél a részeknél bőven lehetnek. Az a baj, rohadt messze van még a izé. Kék is. Hát ez fagd. Szerintem ismételten. Az ember mindig próbál olyan helyre ugorni, hogy izé legyen, és akkor most megfuthatok, mint az őrült. A játékot ilyen futószimulátornak kéne hívni. Vagy ugye, ha leugrasz egy népszerű helyre, akkor mindenki oda megy, és akkor ilyen ki tud a legtöbbször meccset elkezdeni, mondjuk 10 perc alatt játékot játszatsz. Na, remek, most még beljebb kell menni. Mert így akkor meg garantált, hogy az elején te halsz meg. Olyankor jobban laggol a játék. Ugye nem biztos, hogy találsz fegyvert. Ha meg izzi, akkor meg futó szimulátor. Nem lenne rossz találni egy autót. Legfőképp egy motort. Kár, hogy nem lehet a traktorral menni.
Az is roncs, roncs. Futószimulátor. Tényleg, úgyis van ilyen idióta szimulátor szoktak csinálni, azt kéne még megcsinálni. Ha már van fűszimulátor, meg ilyenek, akkor futószimulátor, hogy van egy karakter és az csak fut. Hogy hova, meg miért, azt senki nem tudja. Csak fut. Remek, itt betolom a izét. Ja, nincs is first aid-em. Valaki toljám. Arrafele. Igen, enged bandicsezni? Igen, enged. Hát, futok azt, vagy meghalok. Igazából lesz. Úgy vagyok vele. Már voltak itt van izé. Tehát valaki erre szaladgált. Sőt, valószínűleg abban a házban vannak is. Arra is vannak. Csávó. Az egy headshot volt, öcsém. Az egy headshot volt. Nem volt gyenge mi. Na hát, mert lőni azért egész jól tudok amúgy. Bármint amikor tudok. Csak hát ott a másik csávó. Engem nem érdekel, akkor is kinyílem. Ja, igen, csak ennyi volt a cucmuc. Jön a kék, ugye? Ott megy a csávó. Én azért azt kinyírnám. Amúgy. Ha már úgy is meghalok. Legalább kill legyen, nem srácok? Amúgy itt a izének a eleje. Hogy nincsen híled. Elnyomtad mi? Vagy eldobtad? Mindegy, akkor megöl a red zone, vagy bármi. Két kill, opa. Két kill, jó az. Igen, nem érdekel mással, megdöglök. Megéri. Mindjárt jön a red zone is, boom! Mondtam. Istenem. Valahogy az ember mindig ráérez. Na most komolyan éreztem, hogy elfog. Lehetett látni valahogy egy sorba ment a robbanás, és gondoltam, hogy most jön az én sorom. Nem baj, jó volt. Csak ne túl közel hozzá, Csinti.
mert tavasszal meg nem, azt hiszem csak tavasszal tüzelnek, és akkor téged is támadnak. Úgyhogy ha hallod, hogyha jönnek a kutyák, akkor legyen időd oda futni hozzájuk, és akkor szépen körbe-körbe futni. Hogy véletlenül megharapják a bölényt, és ha megharapják a bölényt, akkor túl tudod élni. Ennyi, mi is úgy közelükbe szoktunk költözni. Hogy legyen idő oda szaladgálni. Egyébként. Úgyhogy... Úgy nem lesz probléma. Addig meg minél több dolgot gyűjteni. Úgyis van 10, 10. nap körül szokott szerintem jönni az első kör, 10 és 15 között első kör kutya. Azt hiszem, vagy nem tudom, lehet, hogy ez hülyeség. Most bemegyek a... Szevernibe bemegyek. Ott sose voltam. Vagy ha voltam, nem emlékszek rá. Akartam mondani, hogy bemegyek izé Georgopolhoz. Vagy Georgopol, vagy Georgopol, ki hogy mondja. Jönnek. Mások is jönnek. Kéne próbálni úgy oda a végébe menni. Úgyhogy ha ide is sikerül lehuppanni, akkor is a végéhez elszaladok, tehát oda a másik sarokba oda. Ja, így ilyenkor mindig nézd meg ezt a tökölődést. Hát hogy lehet így zuhanni? Higgyék azt, hogy itt vagyok. És én közben átmegyek ide a másik sarkába. Mint ha valakit hallanék futni. De csak a közelembe van. Azt hittem gumibot. De nem az volt, hál' Istennek. Meg is lepett volna. Bár úgy sincs mit. Nagyon cserélni, mert nincs hozzá lőszer több. Nagyon ide jöttek a vendéglőbe. De minél előbb ki kéne lootolni a dolgokat. Elég gyorsan. Painkiller. Meghalt valaki?
Meg van valaki halva, nem? Vagy kilépett. Mert nincs a doboza. Ja, szar. Ez fura. Meg jó messze vagyunk. Pedig ott valakinek a ruhája volt. Vagy nem tudom, hol lehetnek most már viszont. Bár szerintem itt nem voltak. Egyelőre ezt rakjuk rá. Valaki jön autóval. Lövöldözik rá. Csávó abba az irányba. Mondom az őszintét. Visszük, bár... Egyelőre nem fogom rátenni. Nem megy a lövölde, nem baj. Bent is azt azért elviszek. Ott egy, egy buggy. Lehet, hogy el kéne még most vinni. Ami más észre nem veszi. Autó. Ez nem spawnolt jármű. Igazából leszorom. Se lehet azért bűvészkedni. Ha lehet, hogy megállok még lootolni. Hogy van jármű. Energy drinket nem hiszem, hogy itt hagyták volna. Pen az mindenképp jöhet. Soti.
Az amúgy van. Lehet jobban járnék, ha ilyenkor ezt használnám. No mindegy. Ja, amúgy. Hát még nem. Itt át kéne lánynom. Köszönjáték. Well done. Na itt szaggatott egy picit a játék. De csak egy picit. Ne nézz a térképet, a vezet. Csak a nagyon muszáj. Szerintetek itt voltak? Mindjárt megtudjuk. Hello. Ez ott mi? Handgun. Pff, minek rakom rá, sose használom. Se baj. A Scar-t is szeretem, de igazából csak a lőszer kell. Jó. Ez így jobb. Igazából az az igazság, hogy jobb lett volna mondjuk valami shotty helyett valami más. Mennyivel több a loot ebbe az egyházba? Minden szobájában van valami. Hát ez necces, de kétszeres scope. Innen jöttem. Nem. Hát, vigyük. Mint ha itt már valaki variálta volna a dolgokat. Hát ez nem futószimulátor, most autószimulátor, ott megy valaki. Hello! Tolt egy motor is. Az úton ment valaki amúgy. De nem baj. Azt nézem, mit, hogy ez micsoda, a lebegő bokor. Pedig onnan úgy tűnt, mint a lebegett volna. Valahonnan, de nem engem. Ah!
Honey, I'm home. Ezzel úgy beparkoltam, nyitva az ajtó. Sose jó. Ilyenkor jó van négyszeres. Lehet sosingolni. Aztán ha vannak, akkor vannak, ha nem, akkor... akkor mászni, úgyis bejebb kell majd menni. Szóval megy. Igen, csak elfelejtettem, hogy izén volt. Nem volt automatám. Hamarabb kellett volna leregálni. És csak tököllődtem. És csak hitpoint 9. Az igen. Na nem baj. Már mondom, az őszintét én meguntam a játékot. Úgyhogy lehet, hogy majd valami más kéne még streamelni 10-ig. Egy órácskát. Nem tudom, Warrock sincs sehol. Még egyedül nem nagyon van kedvem játszani. Megmondom az őszintét. Úgyhogy nem tudom, talán... Na jó, menjünk még egy kört, aztán utána akkor szerintem már ennyi lesz, mert... ez a játék ez így nekem egyedül nem adja. Aztán nem tudom, hogy milyen hosszú lesz az. De nem hiszem, hogy utána már nekiállok másnak streamelni, mert... mondhatom, hogy még botozunk egy kicsit, de szerintem majd az úgyis, mivel holnap lesz. Legyen elég ebből ennyi mára. Még lenémítom a játékot. Hát igen, az még az egy másik kérdés ugye, hogy a négyszeres miatt ugye rosszabbul láttam, ez kár volt most még átrakni, de hát ki tudta, hogy egyből itt valaki megáll. Mondjuk elég várató volt, mert elég a szélén volt a körnek, de igen, elfelejtettem átrakni nézőre. Az elején azzal kellett volna ugye meglőni, és akkor jobb lett volna a dolog. Mert elég betalálta, csak ugye egy lövés volt, és elfelejtettem ugye átrakni automatára. Hát ez előfordul, pláne így, ha az ember ilyen ritkán játszik. Akkor megesik. Akkor megesik. Gatkasz túl egyértelmű. Pocsinki is túl egyértelmű, viszont ide nem. Ide is szeretnek amúgy menni, de bepróbálkozok vele hátha. Szeretek oda is menni, csak más is az a baj.
Aha, mondom. Valaki meggondolta magát, és átmegy oda inkább. Másik az meghalt. Vajon a másik az meghalt, igaz? Mégiscsak hárman jöttünk ide. Az remek játék, csak adhatnál is valamit. Remek. Gyönyörű a loot. Csávó a nagyházba ment szerintem. Oda. Tudom, mint hogy kint hallottam volna. Hogy ez a csávó onnan átfutott volna ide egyből. Megint a izé mögött beadja. Dögölj meg te! Köcsök.
Some bullet loops. Na, és akkor most átnézzük szépen a dolgokat, bár szerintem ő innen kihozott mindent, amit lehetett. Elég bután csináltam, mert egyébként teljesen hallható volt, ja, meg lecserélte a dolgait. Érdekes, akkor azt a shotgunost, akit én kint lőttem sisak nélkül, azt akkor ő lelőtte valószínű. Amúgy. Nagyon rosszul csinált egyébként, hogy nem végzett velem. Sokkal nagyobb esélye volt. Mert ugye nekem még mindig ott volt az, hogy találok fegyvert. Valami komolyabbat. Hát azokat is ott kilótolta, úgyhogy hello. Hát, végig megyünk arra. Ezért pocsinkiben nem néznék be, pláne, hogy most már van valami távolra lövős szúnyog izé. Nem tudom, szerintem a... Bealusztam, vagy valaki tényleg futatott? Szerintem bealusztam. Ja. Hogy ez a csávó, aki erre repült, ide a két házhoz, azt szerintem ide be se jött, hanem mégiscsak oda repült akkor hozzánk. Mert hárman lett, ugye kettő volt. Két ember ugye, én meg egy valaki más, és akkor volt még ott egy harmadik is. Aki elvileg nem kellett volna, hogy ott legyen, és szerintem az innen jött. Vagy mégse jött ide. Vagy nem tudom. Hát fölvesszük, mert miért ne? Jelenleg nincs jobb fegyver, bár most már van. Ja, az UMP-t jobban szeretem amúgy. Na, megtöltenéd? Köszönöm, játék. Az UMP az egy nagyon jó kis fegyver. Szerintem. Szegény a loot. Ez mondjuk jól jön. Ez is van, hogy ott van egy 30-as izé. AK meg sehol. Mostában ugye szereti ezt csinálni. Hát, hogy mégiscsak egy kicsit azért beljebb megyek. Az ajtót voltak, akkor nem is érte volna meg oda menni amúgy. Mit csinti? Már bocs, nem figyelem közben, hogy mi nagy szúnyogot, hát azt meg tudod ölni egy baltával, vagy bármi mással, akkor szólj, mert akkor... Kapsz tőlem még egy ingyen játékot. Nyitva van ajtó, vagy nem az ablak, és próbálom, ott nyitva van ajtó, tehát itt a szélén biztos, hogy mentek. Jövünk egy kicsit takarásba, följebb megyünk. Kapottam úgy egyet. Itt van még valaki.
Most elment vajon? Vagy csak beindította a kocsit és legurult? Kinek mi a véleménye? Gránátom. Nekem ez elég fura volt. Olyan, mint aki beszállt volna az autóba, hogy leguruljon, hogy azt higgye az ember, hogy lement az autó. Na mindegy, megnézzük. Szerintem elhúzott innen amúgy. Csak fura volt a kocsinak a izéja, hangja, mert szerintem be volt bugolva, vagy nem tudom. Nekem tök olyan volt, mint a ugye beindította volna és leállt volna a motor. Na mindegy. Befekszek egy kicsit. Ja, nem ezt akartam. Oh, yes. Hát gyerekek, ez pocsinki. Meg kell szaladni pocsinkibe. Sose a legjobb dolog. Voltak szerintem. Vektor. Azt a vektort nem szeretem annyira itt a, vagyis hát szeretem magát a fegyver, de itt a játékban nem. Nagyon szar szegényke, pláne ha nincs hozzá nagyobb izé tár. Lecserélem. Még itt táska. Viszont a Tomit azt szeretem. De jelenleg az UMP az. Nem is hogy vele. Most az jobb. Dreadotunk az van. Jó. Hát én nem tudom, szerintem az nem volt még akkor sem olyan túl jó. Egyébként. De lehet, hogy amúgy igen. Ja, meg mennem kéne. Hát igen. Jó, hát. Az igazság, hogy szerintem a dombról fognak szana szétlőni. De igazából pocsin kibe se szeretnék bemenni feltétlen, úgyhogy inkább bekockáztatom a legnagyobb baromságot. És futunk a mező közepén. Jobb ötletem nincs.
Na, a templomból nem lőnek rám. Mázlim van. Ez a legszarabb egyébként itt ebben a játékban, hogy mert vagy megpróbálkozol és bemész pocsinkiba, csak a sok majom meg biztos, hogy ott ül. Hú, emlékszem, ezen a részen ment el egyszer a netem, és mikor visszajöttem a játékba, pont előttem volt valaki, és nézett rám. És lelőttem, mint a szart. Azt hitte, ki vagyok fagyva. Csak ott a roncsnál voltam, vagy mi az a... Az autóroncsnál. Tudtam, annyira tudtam. Valaki látta, hogy itt vagyok. Ez hátulról jött a izéktől, a hangártól. Onnan bizony. Jó, gyerekek, ez nekem így már elég volt. Egyedül, mondom, egyedül nem szeretem ezt a játékot egyébként, úgyhogy... Varró meg nincs itt, úgyhogy... Szerintem majd... ezt a játékot így hanyagoljuk. Addig, amíg esetleg nem jön valaki ténylegesen játszani, mert én egyedül nem akarom ezt streamelni, mert egyedül egy nem is vicces. Meg nem, én nem vagyok annyira jó így egyedül se, hogy izé... Itt most bármi olyat tudjak mutatni, hogy... Még élvezzem is. Úgyhogy... holnap folytatjuk akkor a streamet. Leveszem a hangot a játékról, meg átváltok. Ugye akkor World of Tanks lesz. És szerdán fogunk akkor donstrévezni, akkor lehet ugye majd megint velünk játszani, csak ugye majd én fogom, tehát nem akarok olyan játékosokkal játszani, így nézőkkel pontosabban, ugye akiket nem ismerek, mert nekem szét fogják itt trollkodni az egészet. Ugye mostában elég sok ilyen idióta betalált, úgyhogy Csinti te leszel majd, aki játszhat, meg Varrok, ha jön esetleg, úgyhogy a szerven meg lesz csinálva, majd megkapjátok a jelszót, külön itt majd üzenetbe elküldöm, és ti jöhettek, mert titeket ismerlek már valamennyire, főleg Varrogot. Bár mondjuk most is mondta, hogy jön, aztán most gondolom nem ér rá, más dolga lett, úgyhogy szerdán, Csinti 7-től, jó? 7-től 10-ig játszunk majd, okés? Úgyhogy te jöhetsz, és akkor fogunk kezdeni egy újat, és akkor ott együtt fogjuk elkezdeni. Ha más nem, akkor Varrok tud később csatlakozni. Te, ha itt vagy hétre, akkor megkapod a dolgokat hozzá, hogy be tudjál lépni. Mert majd Silver el fogja neked mondani, hogy mit kell letölteni, stb. Úgyhogy igazából ennyi. Jó, holnap meg akkor votozunk. Ott még nem tudom, mi lesz a terv. Szerintem ott húzom majd az AMX M4-et, mert megvettem ugye a 7-est. Hogy az új heavy ág az meglegyen. Oda, mert hát úgy húzzuk, hogy ugye az nekem megvan, csak farmolni kell vele az XP-t. Illetve, hát farmolgatunk mellette meg ugyanúgy, ami ez éppen az embernek kedve van, úgyhogy... Jó van, Csinti, hát majd össze, amikor tudsz. Maximum addig, ameddig nem lesztek itt, addig játszunk az eredetivel, amit így elkezdtünk, aztán utána, ha megjöttök, akkor bármikor el lehet kezdeni az újat, úgyhogy. A barátnő az fontos, nem szabad lepasszolni. Úgyhogy töltsd vele az időt, majd amikor jössz, amikor jössz. Jó, srácok? Na, akkor holnap. Holnap akkor votozunk egyet, utána akkor szerdán Donstrave, utána csütörtök megint volt, és akkor pénteken pedig egy végigjátszást fogunk elkezdeni. Az események között ezt egész heti menetrendet láthatjátok majd, ha érdekel. És akkor ezt a PUBG-t ezt így szerintem hanyagolni fogom, tehát többet így nem hiszem, hogy nagyon lesz, ha csak nem leszünk többen. Addig mindenképp hanyagolva lesz, majd lesz helyette valami más kitalálva, még nem tudom, hogy mi, majd meglátjuk, de az is lehet, hogy mert meglátjuk, hogy ez a végigjátszás is, hogy mennyire fog menni, mennyire nézik. Ha nem, akkor lehet, hogy nem is fogom erőltetni, és akkor csak fotózni fogunk, úgyhogy...
Úgyhogy majd meglátjuk, jó? Szavasz, Marak. Úgyhogy ennyi. Marak, te aztán megéred a pénzed. Mindig ilyenkor jössz ide egyébként. Nem úgy jöttél volna most is PUBG-zni. Azt is megbeszéltük, hogy jössz, aztán semmi. Már réges-rég játszottunk volna. Ezt is azért unom, mert egyedül nem szeretem ezt a PUBG-t. Hát, igen, előbb végzek vele, mert így egyedül unalmas, tehát én így unom. Ezt is csak azért hoztam be, hogy majd veletek játszok. Ugye Varrog írta, hogy jön, meg te is írtad, hogy jössz. Mondjuk veled nem beszéltük le, hogy most hétfőn ugye, hogy jössz. De Varrog meg gondolom nem ér rá. Hát Marak, olyat vegyél, ami működik. Meg nem töröd szét 2 perc alatt. Úgyhogy ennyi. Legyen egy kis alapzaj, visszanyomjuk a játéknak a zenét. Tessék, Csinti megírta, mit vegyél? Csinti az megírta a frankot, látod? Csak meg kellett várni, hogy ide érjem. Vegyél olyat, vegyél Razert. Úgyhogy nem tudom, srácok, beszéltek akkor itt meg, én lenyomom a streamet, mert mondom így egyedül nem. Tehát én azért akartam, tehát a PUBG-t is azért vettem elő, mondom, hogy játszunk. Ugye többen. Majd lehet, hogy akkor lesz, majd hogyha Maraknak lesz végre egere, meg rászánja magát, hogy jöjjön játszani. Mert mostában gondolom nem akar velem játszani egyébként. És nem kell rosszra gondolni, mert egyből rosszra gondolsz Marak, szóval nem jössz tankozni sem, meg semmi, úgyhogy... Ez van. Nem akar öregekkel játszani, mi? Varrom meg hol ráér, hol nem, úgyhogy... Ez van, megértem őt is egyébként. Én meg ezt most így egyedül nem csípem. Ezt mindig is egyébként úgy szerettem, ezt ugye Silverre játszogattunk, de... Ő nem annyira szeret mégse játszani vele. Igazából tetszik neki, de jobb nézni ezt is, mint amúgy játszani ezt a játékot. Nem, hogy örülni neki, hogy valaki akar egyáltalán vele játszani. Ja, sokan így vannak egyébként, ezzel nem szeretnek vele játszani. Én szerettem vele játszani, csak rájöttem, hogy egyedül szar. Tehát duózni vagy skadozni szerintem sokkal mókásabb. Egyedül sokkal jobban ástresszel az ember egyébként. Úgyhogy... nem baj majd. Marak, inkább gyere holnap, azt izé tankozzunk. Vegyél egy kis prémiumot, aztán hello. Vagy ha neked nem, már mondjuk tudom, hogy neked fontos a prémium, úgyhogy akkor nélkül. Vagy ahhoz nincs kedved abszolút fotózni. Hogy lő? Ki lő te, mikor nem is lesz játszani? Hagyjuk már. Pont ezt akartam mondani, hogy ahhoz játszanod is kéne. Hogy hárba tudjál például te lőni, véletlenül. Jó, de ne viccel, hogy semmilyen egered nincs. Addig valami pótegeret igazán vettél volna. Tehát valami kis olcsót. Vagy nem hiszem el, hogy otthon nincs valami pótegered. Sinti, egyébként te is szoktál votozni? Mert te is jöhetnél egyébként szakaszozni. Hányszor mondom, hogy gyertek szakaszozni, meg mit tudom én, aztán soha senki nem jön. De te ennyire vacilálsz az izéval az egérrel, tényleg addig valami olcsót be lehetett volna szerezni, valami teszkost. De hát mindegy, ez a te dolgod, én nem szólok bele, csak fura.
Na hát srácok, nem tudom, akkor holnap lehet jönni esetleg, ha van kedvetek. Mondjuk Marag úgyse fog jönni, azt tudom, mert ismerem. De Csinti, te jöhetsz nyugodtan, mert nem tudom, hogy Varrog itt lesz-e. Akkor, de hát a más nem, akkor ketten izé szakaszhozhatunk, ha van kedved. Meg ráérsz esetleg. Ugyanúgy héttől streamelek, úgyhogy egész nyugodtan. Marak, figyelj ide! Vegyél egy egeret, aztán gyere játszani. Mindegy, hogy mit játszunk, valamit. Jó? Felőlem mondom, PUBG-zhatunk is, akkor majd amikor már itt vagy és ráérsz, akkor azt előre megbeszéljük, de akkor csak úgy lesz stream, ha előre megbeszéljük mindenkivel, mert lesz, hogy én itt várom a többieket, addig meg itt egyedül szenvedek, az úgy nem okés. Úgyhogy ezért mondom a Don't Stream-re is, hogy aki akar, akkor jöjjön szerdán, mert szerdán lesz. Úgyhogy mindenképp. Marag, te meg vegyél valami egeret, aztán gyere csapatni a botot is, vagy bármit, amihez kedved van neked is, meg nekem is, meg a többieknek is. Most igazából próbálok még olyan játékot találni a boton kívül, ami izé, meg a Don't Stream-en kívül, amit így lehetne közösen játszani. Jelenleg még nem találtam meg a közös nevezőt, úgyhogy nem tudom. Bár egyre jobban látom azt, hogy igazából csak botoznom kéne, mert azt nézitek a legtöbben, és ezáltal, hogy mivel nem mindig az van, így azért eléggé, tehát nem stabil a nézettség, és így elég gáz. Tehát egy nagyon nehéz előrelépni. Úgyhogy lehet, hogy csak fotoznom kéne, csak az meg elég gáz, hogy minden nap fotozni, az nekem sem biztos, hogy menne, úgyhogy nem tudom. Meglátjuk egyelőre, meg még plusz ugye megmaradna a Don't Stream, meg a Fate of Exile. Nem tudom, kitalálom egyelőre, most így van ez a hét, ez nagyjából így is fog kinézni. Úgyhogy akkor holnap, aki szeretne fotozni, várom vissza. A holnapi nap folyamán lehet csatlakozni. Csinti majd úgy is írsz, ha itt vagy, akkor majd megbeszéljük a többit. Meg nem tudom, majd jön-e Varrog is, vagy valami, és akkor nyomatjuk a játékot. Jó van, srácok, akkor megyek. Most ez egy kicsit rövidebb stream lett, de ne haragudjatok, de így nem szeretek én így játszani ezzel, úgyhogy akkor holnap este találkozunk. Most pedig akkor mindenkinek jó pihenést, meg holnapra kitartást a munkához, illetve az iskolához, úgyhogy szép estét mindenkinek, sziasztok!
I can't be can I be flow and we can never row. I can't be fin up and be show. I got man if we can up before guys above. I won't get fun and I'm gonna bag out bands and if you go, I can't put up a key hole. I didn't talk about when I'm my phone again. Everybody put your hands up.